Szevasztok, Tyupi vagyok, Battlefield 5 második része, legalábbis az a második, amit én csinálok. Hát ugye volt egy első rész, egy ilyen gameplay bemutatós szerűség, most a második részt fogjuk csinálni, ezt a War Story-t, és itt is ugye bár van itt 1, 2, 3, 4, 5 darab cuccos, vagyis hát küldetés, mi a legelsőt fogjuk csinálni. Úgyhogy nézzük is meg, hogy miről fog szólni ez a videó, hát legyen az, hogy médium, azért annyira ízik nem vagyunk, vagyis hát remélem. Nézzük meg a kis történetet, mi történt Londonban 1942-ben. Hát, aki tud angolul, annak nagyon jó. Én sajnos nem tudok úgy, hogy inkább csak beled dumálok. Mondjuk is vághattam volna ezt, de lehet, hogy van itt olyan, akit érdekel a történet. Na nézzük. Börtönben volnánk? Vagy mi vagyunk a rabőrök? Jó, mert mondtam rabőrök. Börtönőrök? Szerintem inkább ezek vagyunk mi. Hányta ki a földön fekszik. Mi van haver? Are you Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives. Hát ilyen szavakat el tudok olvasni, de hát azon nem sokra megyünk. Did you try and rob the same bank three times? No. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arbor. Nem tudom, ha nem kértek ilyen történeteket, akkor szóljatok nyugodtan is, akkor kilágdosom. Ne érje szó a ház elejét. De lehet van itt olyan, akit érdekel a sztori. Már mondjuk Battlefield 5 már nem annyira idézőjelben új játék. Mondjuk azért egy jobb gép illik hozzá. Bár az enyém nem az. Mindegy. Úgy van. Mondjuk a grafikája lehetne szebb is attól függetlenül, hogy mostani a játék. Vagy hát úgy mostani, hogy egy-két éven belüli. Mit kukolsz? Na nézzük, hol vagyunk. Egy hajóba. Mi ezek vagyunk mi? Akkor ez lenne az előzménye talán? Egy kis hányás vagy víz. Még a gyimbort mondjuk megcsinálva. Nem biztos, hogy előzmény. Lehet, hogy a shit után jött ez. Mire nem vágom. Na, de legalább már van fegyverünk. Mini normandiai partra szállás. Under no flag. Yes. Na. Enyhén vagyunk mi. A grafikája annyira nem rossz, bár szerintem a YouTube nem adja át. Inkább sajnos gyenge a gépem, úgyhogy nem is full height-ba játszunk. Nem is tudom, szerintem médiumban vagyunk. Vagy csak simán height. Követni kell a fickót. Jó, hát ennyit legalább tudok angolul. Ugye felül írja. És iránytű alatt. Van 30 lőszer, vagyis hát még kétel. Hé, hirtelen ott lettek még ketten. Mindegy, egyenlőre csak futunk, ez már megy. Profi kodos vagyok. Kod? Battlefield-es, bocsánat. De amit tiszta Call of Duty, nyilván egy kutyán épül a kettő. Oké. Okay. Repnyülő még egy. De jó. Fussunk, azt mondja, fussunk, fussunk, fussunk. Kircsi. Na mi van, haver? A patak folyásával szembe csinálunk felfelé, de most megtanulunk feküdni, meg googolni. Y. Ha. Húzzunk a sárba Y-nal. Hogy kell itt felállni? Még nem tudunk. Na azért.
Na, mit láttál, haver? Ja, semmit, csak megvárt. Szerintem már látod valami érdekességet, nem? Na, ott már van valami lámpásság. A falu fényei. Én van négy, de le kell ugolni, de jó. Cső, haver. Hadd ide a távcsőt, majd én megnézem. Azt mondja, hogy... Ú, de jó, ott egy ember. Kis bénázás. Ez az csak sikerült rázumolni. Ott is van. A torony. Fegyver. Egy tank, repülő, meg ilyesmi. Tudunk menni most már lövődözni, haver? Arra le. Egyelőre nem enged tovább, úgyhogy... Tudom, mit kell még itt észrevenni. Rádió. Mondom, azon tudnak majd segélyt hívni, vagy segélyt kérni. Az ilyen távcső ember átlát a falon nagyobb menni. De úgy most akartam fejbe lőni. Ajjaj. A gond itt nem kicsi. Egyedül engem akarnak legyőzni arra? Ne, szíves már. Ként úgy terveztem, hogy egy pálya, egy videó. Úgyhogy, hogyha sokat bénázok, nyilván ki lesz vágva. De egy pálya, egy videó. Egy fél órás egy pálya, akkor fél órás a videó. Ez majdnem ez. Na. Csúszi, csúszi, csúszi. Nem az a csúszi, hanem hogy csúszunk le. Király, egy kis pisztolyunk van, egy nagy pisztolyunk van, célkeresztünk most már. Crunch. Tudunk guggolva menni. Fegyverek. Szarásig. Belúrva. Nincs valami olyan trombita, vagy valami. F. A mele. Ez is egy hangtrombita szerűség. Vannak még ketten. Hát ezeket már láttuk. Ja, észre lesznek, addig bénázok itt. Hoppá. Így, hogy átlátunk a falon. Na, bazd meg. Addig bénáztam itt, hogy észre is vett. Na, mindegy. Nyit a sunyulásról. Küldjük paraszban, nyírjunk ki mindenkit. Rossz hitmenes lennék. Ugyan nagy szórás van ennek a fegyvernek. Nem, senki többet harmadszor, ennyi volt. Ah, már meghaltak ezek. Legalábbis valami nagy ellenállást nem mutattak, hol lett a hulla, vagy nem, ugye mindegy. Még csak így el lehetett jönni, semmi ezé. Mennyi rá, mit kell csinálni. Itt a hulla. Kis pisztolyt azt lecseréljük, ha holdoljuk az R betűt. Azt tartsuk nyomva. E betű. Miért nem veszi fel magát? Nem is értem. Ha
Ennyi óra az ellenállás, nem el. Na, és most merre tovább? Pedig erre mutatja. Mutassa. Hát az a rádiótoronnyal kéne valamit csinálni. A hangosban mondod, hogy mi a görcs. Széklőni nem lehet. Baszki. Fú, na ez fájt. Szerintem elsétáltam mellett egy párszor, de mindegy. Most már ezt is tudjuk. Még így kellett kapcsolni ugye a hangos bemondót, vagy mi volt. Nem számít. Futunk tovább. Senki többet harmadszor. Ott egy mi újság? Azt jelenti, hogy egy ember van. Észre nem egyé. Hopp. Már például szerintem az már nem jó. Úgy van. Ah, I need o. Tudtam, hogy van még itt valaki. Zsír töltődik az életünk. Nem egy hátrányos dolog. Na mi van, öcskösök? Hú, de menő. Szebb ura, kám biztos szebb lett volna, na mindegy, mert lőne. Gyertek ide, ha ki akartok nyírni. Semmit nem lehet ezekből kiszedni. Áruhát például. Júj! Belejöttünk a tutiba. Mi van? Hát ő biztos megdöblünk, nem kellett volna ide jönni. Gránát! Yeah! Rogy! Jóó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 
Maradjunk annyiba, hogy ezt egy párszor megpróbáltam megcsinálni. És kivágtam itt egy csomót. Úgyhogy ez lesz az a rész, amikor elvileg sikerül. De jól emlékszem. Ugye még jó, hogy van töltés, és most már tudjuk, hogy van itt is egy ipse. Meg van ott is. És elvileg ez a kettő. Egyenlőre, úgyhogy sunyiban szerintem kinyírjuk ezt. Az ipsét. Azt már mindjárt kiderül, hogy jó megy-e vagy nem.
sunyit babábokrozunk. Próbálunk sunyúval menni, mert egyébként már próbáltam, úgyhogy berohanok, az pif-puf-pif-puf, de hát nem sikerült. A pif-puf-pif-puf. Úgyhogy most sunyulunk. Ott a sok nyomarék. Feszaladnak ezek erre. Ugye nem, ezek csak előröznek, jól. Amúgy nem is erre szaladtak, hanem elfele, nem mindegy. Vagyjuk. Simán átugrottuk a drótkerítést, amúgy nem volt vele probléma. Lehetett volna kapcsolni a reflektor, de akkor észrevesznek. Már így gyanús vagyok. Tudok hova elbújni, basszus. Jaj. Nagyon jó, hogy ezek itt vannak. És konkrétan csak az az egy. Nem tűnt rossz fegyvernek. Megnézzük. Megnézzük. Na, jó lesz ez szerintem egynek. Yeah! Na, és most merre tovább? Fel vagyunk a platón. Kár, hogy nem megy be ez a teherautó egyébként központjukba. Akkor a flash lenne, túl könnyű lenne akkor a játék. Mindegy. Csak háború lesz a vége. Nem fér el basszus a dobozok közt. Elsúnyulunk. Nem tudok bemászni a teherautó alá, de gágyi. Jöjj! Jön már a kis genya. Baszki. Mert csak észrevettek. Marad az erőszak. Hát, ha bevál 42 egyére. Mondom, sokszor próbáltam. Így is vártam. De most kitaláltam valami mást. Nem fogom lelőni a poént, majd mindjárt meglátjátok. Gyógyítsad csak én, meg addig lelövődözgetlek itt benneteket. Majd nem tudom, mit akart vele csinálni, de valószínűleg az. Ave. Jönnek már a nyomik. Nehéz vanni az ötletem. Ti mi haszna állatok? Nem tudom mit lövök, de azt lövöm. És amíg itt mehetem a ízés. Na, jöttek múltkor. Múltkor, amit ti nem láttatok. Így lövök mindent. Azt is. Ah, vannak még ott, én nem is tudom, hogy lehet mondani. Jól vagy. Légvédelmi rakétával kell ezeket lőni, basszus. Még hogy az erőszak nem megoldás. Jó, hogy végtelen lőszer van ebben a szarba. Ez igen csak megdöglött. Hátulról, senki se.
Mindig kiabálnak valahol. Adni. Az épületet nem lehet széklőni sajnos. Viszont ezt a házat igen. Na! Szerintem. Kis pusztítás révén jók vagyunk. Ledaráltunk egy-két helyet. Két embert. De azért fő az orvosság, hát vannak még itt. Azt hitte túlélik mi. Csá. Háve. Az mit állt? Mi van vele? Ja, jön már. Ja! Az ki? Ez az öcsém töltsé, ez szétláng szórod. Fú. Fú. Hogy rohadjál meg? Na. Felveszek az ő utcát is. És a fejűszerét. Abba sose elég, főleg nem egy háborús játékba, szerintem. És elvileg ide kéne bejutni. Nyilván nem az a játékon le tudjuk lőni a lakatot, nagyon jó. Francba menjek be. Ablakon. Másik ablakon. Uh-huh. És észrevettük volna hamarabb, na mindegy. Gyerünk haver. De jó hangát találtunk. Biztos valami atombombázó gép ez. Bár mondjuk ebben az időben nem igen volt, 60-as években. Bárki tudja. A lényeg, hogy fel kell robbantani. Hiáztatta a fickó a kezünkbe ezt a bombát, ugye fenn a hegyen. Mielőtt elkezdtük a küldit. Ennyi, egy bombát kellett rátenni, az cső. Lőszer. Na bazd meg. Nem én voltam. Na! Ide jó! Ott a repülő. Hoppá! Bázd meg. Helyes Istenem, azt mondta. Csúnya beszéd. Magyarán jól leszúrtad, öcsém. Nyomra lefordítva. Na! Elrepült a repülő, holott az volt a küldetés, hogy kinyírjuk, vagy felrobbantsuk. Erre felrepül. Közben ezek a nyomorékok megjönnek.
Még a végén kinyírják itt a parancsnok maraszába. Jó, ha már. Jó, közel értetek. Ott a medik. Hú, de szar ez a fegyver, akkor a szórásom, hogy bolzasztó. Nem gránát hoznak. Mi a franc? Tipli! Lehet ezt a szart vezetni? Lehet. De durva. Shot weapon. Hát vissza kell jönni a légvédelmi ágyúhoz. Ez az. Ugye az már nekünk megy. Aha, most repülőket kéne lőni. Rotty. Van itt még. Puff, úr durva. Ne lőj már halvány, nem látod, hogy élvezem a grafikát. Eltanáltuk. A füstöl. Már kigyulladt. Majdnem. Jézusom. Köcsök oszlop. Ez a katonák nem jönnek? Jön már az ilyen. Szembe repül velem ember. Van ennyi, ennyi ezek? De durván felrobbant. Hú! Mányi úr. És lag. Me? You're the one that's gonna go himself shot full of holes and shot. Yeah, because of you, you tit. Végül is megoldottuk a gondot. Lássad a bomba, de a repülő nem menekült. És hát szerintem visszarepült, az volt az. Bár nem tudom, mert hármat lőttünk le, nem egyet. Most már kocsink is van. Elkocsikázunk a naplementébe, te Romi! Ezt szerintem, hogy fogjuk abba hagyni. Mondjuk annyi baj, hogy egy pálya megvan. Vagyis hát, úgymond egy küldetés. Ne. Kapsz lőszert, haver. Ennyi. Fú, na hát ennyi lett volna szerintem. Aha. Új küldetések, ezek már mi vagyunk, itt tudunk mozogni, aha. Na lehet válogatni, hogy hova menjek. Jó ideje, jó. Na hát én most nem fogok elmenni sehova egyébként, van egy faszak is házunk. Úgyhogy én ennyit terveztem volna már a fiúk, lányok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor mindenképpen jelezzétek egy hatalmas lájkkal, hogyha akartok következő részt, az ilyet kommentben nyugodtan. Én nagyon szívesen csinálok. Iratkozzatok fel, ha nem vagytok még tyupisták. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok és végignéztétek a videót, remélem végignéztétek. Discord, Facebook csoport link lent a leírásban. Iratkozzatok fel még egyszer, és hogyha nem tettétek volna, hogy meg. Szevasztok!